magyar énekes menti meg John Lord szeptember 18-i budapesti koncertjét, hogy miért, az hamarosan kiderül a palettából. A Hír Televízió vendége pedig Scholz Attila, a Cry Free frontembere. Köszöntelek, szervusz! Szervusz, üdvözlöm! Hát nem mindennapi dolog John Lorddal együtt ének, illetve hát együtt színpadra lépni, és egyáltalán Deep Purple dalokat énekelni, ugye ez egy nagyon kemény rock műfaj, ami azért nem áll távol tőled, de hogy kerültél egyáltalán kapcsolatba? Tulajdonképpen még tavaly márciusban volt az első szereplésünk Johnnal. A zenekarom, a Cry Free, a Deep Purple Cover Band kapott egy felkérést tőle, hogy kísérjük ebben a bizonyos hát crossovernek nevezett műfajban, ami tényleg egyrészt nagyon kemény rock, másrészt nagyon szimfonikus, és egy furcsa egyveleg, egy nagyon nehéz feladat egyébként zenekarilag is, zeneileg is, és hát szerencsére megbíztak bennünk Lordék, úgyhogy innen datálódik a kapcsolatunk, de már 10 közös fellépésen vagyunk túl. Akkor nem ez az első, de ugye azért az nagy dolog, hogy, mert ugye itt arról van szó a háttérben azzal, hogy az énekesüknek hangszálgyulladása van, és emiatt nem tud színpadra lépni, mert az orvosok nem tanácsolják, de azért az, hogy elsőként te jutsz eszébe, vagy ez hogy alakult egyáltalán? Kaptál egy telefont, hogy ez történt, beteg, ugye Steve Balsamnak hívják, igen. Beteg, akkor gyere Attila és énekelj velünk. Az egésznek az eredete talán az, hogy mivel a Cry Free énekese én vagyok, a legelső körben úgy szervezték még a helyi promóterek, hogy én leszek majd az énekes. Ez utólag derült ki, hogy Lord szeret állandó stábbal járni. Egy énekes nő is van a produkcióban, ő Kassa Laska, ő egy lengyel lány, és Steve. Viszont Steve-nek ugye ez a betegsége kialakult már egy néhány hónappal ezelőtt, és többször felmerült már ennek a problémának a lehetősége, és ezért kellett valaki begondolkodni. Az ötlet onnan jöhetett még, hogy a legelső közös szereplésünk alkalmából, ami tavaly márciusban volt, egy dal erejéig én is szerepeltem, és talán ott esetleg már hallhatott. De azért nézők szeretik a kulisszatitkokat, és akkor másodban hogy történt? Kaptál egy telefont, ki hívott föl, mit éreztél, és hasonló? Hát izgalmas volt, bár ez is már a második ebből a fajta beugrósdiból, mert idén volt májusban egy győri szereplés, amikor is hasonló feladat volt, akkor Steve-nek szintén valami, akkor azt hiszem, hogy valamilyen fajta szervezési problémákból adódóan kellett beugranom, akkor volt az első igazi nagy aggodalom, amikor csörgött a telefon, John menedzsere hív, akivel személyes kapcsolatban is vagyok. Tehát most is ő hívott ezek szerint. Most is ő hívott, de hát ez mindig egy kicsit szívdobogos. Igen, de ez most egy nagy koncert lesz, tehát itt nem csak egy pár nótáról van szó, hanem igen. Nem tudom mennyi idő, másfél-két órás koncertről? Bő két órás, talán több mint két órás a szereplés. Minden nótát ismersz? Tulajdonképpen Deep Purple, igen, tehát a zenekarom most már 15 éve működik, kizárólag Deep Purple-t játszunk. John Lordból egy picit kevesebbet, hát valamilyen szinten persze ismertem a mester munkásságát, amióta együtt dolgozunk, azóta zárkózom fel az ő szóló dolgaiból. Nagyon érdekes zenei világ, tehát aki most ezt hallgatja az interjút, ne hard rockot képzeljen el azért, mert így nézek mondjuk én is ki. Ez egy nagyon különleges, jazzes, folkos, szimfonikus, rockos világ, nagyon izgalmas. Igen, hallottunk is ebből egy részletet. Hogyan készülsz erre? Hogyan telnek most a mindennapjaid? Ugye szeptember 18-a már itt van nem sokára. Igen, most szombat. Igen, hát most már gyakorlatilag majdnem minden nap próbál a zenekar, hiszen ez az első felvonása, amiből hallottunk az előbb egy részletet is a koncertnek, instrumentális, tehát ott nem vokálisak a darabok, de hát abban is jut nekem feladat bőven, mert ütőhangszereken is játszom, meg hát a srácokkal készülünk, illetve otthon az énekes dologból. Ilyenkor egyébként mondjuk a próbákon kapsz instrukciókat, tehát mondja John Lord, hogy Attila, ez így nem jó, ezt kicsit máshogy, tehát hogy zajlik egy ilyen közös munka? Nyilván ebből sokat tudsz tanulni. Abszolút, abszolút. Johnnak a személyisége olyan, hogy kiváló ember és zenész, tényleg semmi rosszat nem tudok róla mondani. A jelenléte már olyan pozitív támogatás mindenki számára. Ez nem stresszel inkább, hogy egy ilyen nagy zenész előtt kell énekelni? Először, amikor belépett a legelső próbán a terembe, és ott van John Lord, mindenki látszott, hogy kicsit úgy megdermedtünk, de olyan
olyan a személyiség, annyira közvetlen, annyira barát és tényleg annyira támogató típusú ember, hogy egyszerűen nincsen ebből gond. Azt árult még el, hogy most a próbák alatt mi az, amit tanultál tőle már, amit mindenképpen megmarad benned, mert ugye azt mondják, hogy amit tanulunk, azt már nem beszél tőlünk senki. Sok minden technikai dolgot, ami lehet, hogy a nézők számára nem annyira lenne érdekes, de hát nekem a legnagyobb lecke az volt, hogy szimfonikus zenekarral énekelni még nem volt módom, és egészen másfajta hozzáállást igényel. Úgyhogy az egyik nagyobb dal, ez a Pictured Within című, ami John életét meséli, egy nagyon különleges dal. Eléggé nagy meglepetés volt, amikor először úgy szimfonikus zenekarral és az ő zongorázásával énekeltem el azt, ami otthon a szobában olyan jól ment. Ugyanis teljesen más ritmus világa van egy szimfonikus zenekarnak. A rock zenekarban annyira konkrét a ritmus a dob segítségével, hogy ez nem jelent problémát. A szimfonikus zenekar énekelni egész más. Mi lehet a folytatás ebből? Kívánjuk egyébként az énekesnek, hogy gyógyuljon meg, de mondjuk esetleg szóba kerülhet-e az, hogyha ő nem, akkor te lennél a... Szerintem igen, de én sem kívánom. Steve egy szintén nagyon, nagyon aranyos fickó, és hát egy csodálatos énekes. Ha mégis helyettesítenem kell, hát akkor örömmel. És John rendszeresen turnézik Európába, sőt Ázsiába is együtt eljutottunk még az Urálon túra is tavaly, és ezek rendszeresek, ezek a koncertek, tehát ha kell, akkor számíthatnám. Hát köszönjük szépen, hogy így is mondjuk öregbíthet hazánk hírnevét. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen. Deep Purple-t hallgattál? Deep Purple, a Smoke on the Water, mindenki ismeri, hát mindenki nem csak ismeri, én. De szeretted, hallgattad? Szerettem, persze, hát mert most mit is mondtam. Zene jön, ugyanis 18-án a Műpában fennép John Lord, ami a Deep Purple egyik alapítója és billentyűse, és ezen a koncerten magyar zenészek is fellépnek. Szóval a Hammond királyának John Lord koncertjén te leszel az énekes, Solc Attila vendégünk. Hogy kerültél vele kapcsolatba? Igen, csak mondom, szervusztok. Hát a Deep Purple-nek a hazai úgynevezett tribute zenekara, emlékzenekara vagyunk most már 15 éve. A Cry Free, köszi. És tulajdonképpen így kézenfekvő volt, amikor John először jött tavaly márciusban Magyarországra, adódott a lehetőség. Az ő műsorához egy szimfonikus zenekar és egy rockzenekarra is szükség van. Így lettünk mi a rockzenekar. Most a győri filharmonikusok jönnek a Cry Free-vel kiegészülve. És ti már dolgoztatok együtt korábban. Hány számot adtatok elő közösen? Így van, hát egy bő két órás műsorunk az volt idén márciusban velük. Úgyhogy sokat. De ez viszont egy véletlenszerű beugrás a részedről, ha jól tudom. Igen, itt ez tulajdonképpen egy ilyen... Betegségnek köszönhető. Igen, Steve Balsamo barátunk, ő egy velszi musical énekes, nagyon kiváló énekes, és nagyon aranyos fickó, nagyon csípjük őt, úgyhogy sajnáljuk, hogy nem lehet itt, de hát egyben nekem ez nyilván egy lehetőség. John egy nagy hősöm gyerekkoromból, úgyhogy óriási lehetőség. Na hát akkor, ha mondod, hogy a hősöd. Tehát akkor milyen ember ő? Már csak azért is, mert gondolom, hogy azért itt némi próba folyama csak van, ugye, a koncert előtt. Tehát ad neked ő instrukciókat? Vagy eljön néhány nappal korábban is próbáltok, vagy te elmész hozzá? Igen, hogy szokott történni. Ők korábban érkezik már, a szimfonikus zenekar külön próbál, a rockzenekar is külön próbál, aztán mi találkozunk, és amikor érkezik John, akkor az egész csapat végül találkozik. Aranyember, visszatérve a kérdésre, csak a legjobbakat tudom mondani. Azért. Nagyon támogató, baráti, segítő, semmi sztárallűr. Nagyon, és az Attila persze merült, hogy így a, hát nem az, hogy a Krajfét itt hagy, de hogy mondjuk azért úgy átdobagolsz az ő fertájára? Tehát nem tették ajánlatot? Vagy most már, hogy így a beugró ember is te vagy, meg hát már a múltban is azért, hát vagy igen. Mert olvastam rólad, hogy felvetted a kapcsolatot a Deep Purple tagjaival, és terveztek valami közös
koncertet. Így van, több ilyenre is sor került már tulajdonképpen, ez nagy büszkeségünk. Tulajdonképpen az emlékzenekaros világban, ahol mi vagyunk, ez gyakorlatilag a csúcs, az anyazenekar tagjaival muzsikálni. A Deep Purple dobosával is volt módunk ilyen Pace-szel együtt zenélni, de nem végig az alapító basszusgitárossal, Nick Simperrel is. És hát lehet, hogy lesz egyébként folytatása ennek. Egyet tudok is, október 24-én Prágába vonul ugyanez a csapat, ahol továbbra is még rám számít John, úgyhogy lehet, hogy mi lesz. És úgy érzed, hogy John az ma is egy életerős, energikus olyan, mint a 20 éves lenne? Tehát abszolút. Egy kreativitásba is érzed, mert hogy itt az elmúlt témák némelyikében erről is beszélgettünk, a kreativitásról. Abszolút. Ő 69 éves. Igen. Most. Tehát egy tapasztalt. Igen. Ennek ellenére semmi nem látszik ebből a korból, amikor odáll a Hammond orgonához, ugyanúgy bele túr a billentyűkbe, és fiatalos, friss, dinamikus erőt sugároz az egész ember. És neked ő mit ad? Tehát mire inspirál benneteket? Egy egészen más világba vezet minket be, hát ez ugye egyrészt a csúcsa a rockzenélésnek, sőt, hát ez nem is rock, hiszen ez egy teljesen fúziós, crossover, szimfonikus, komoly jazz, minden. Volt ez az érdekessége, igen. Nagyon, és az improvizációban elég nagy hangsúly, amihez ugye kell a kreativitás. Abszolút. Hát a Deep Purple zenéje is mindig improvizatív volt, és ezt az elemet John a mai napig megtartja, ami egyébként érdekes a komoly zenei világban, ahol ez nem járja, úgyhogy sokszor néz a szimfonikus zenekar, amikor John elindult egy teljesen új futamot, és akkor ahhoz igazodni kell. Attila, hát akkor sikereket 18-ára, meg hát a további kapcsolatban is, ugye 18-án a Műpában lesz a koncert. Köszönjük.